Ahogyan mindjárt érkezem az asztalhoz, és gratulálni fogok a Sinkovics Imre díjas Schnell Ádámnak, akivel legutóbb akkor találkoztam itt, amikor megkapta az Őze Lajos díjat. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! Köszöntöm ismételten! Gratulálok tehát ehhez a díjhoz. Ez mit jelent egy színész életében? Egy Jászai Mari díjas színművészről vagy van szó az ön esetében, egy érdemes művészről? El is hoztam a díjat, ahogy az Őze Lajos díjat is elhoztam. Nem tudom, hogy látszik-e valahogy, ez egy bronz plakett. Így. Úgy, igen, és akkor megmutatja az ön kamerája majd. Igen. Itt a Nemzeti Színház látszik, és akkor ide van bele vésve a... Így. Igen. Köszönjük szépen. Nem akarom húzni az időt. Hát, nyilvánvalóan ez nagyon nagy megtiszteltetés. Ezt a társulat szavazza meg, egy titkos szavazás, az évad legjobb alakítása, vagy teljesítménye, és hát persze, ugyanúgy, ahogy Őze Lajos, tehát egy évben megkapni ezt a két díjat, nekem, aki ezekre az emberekre ikonként tekintettem, és a Nemzeti Színházba ott statisztálhattam, ugye nekik, ahogy ezt akkor is említettem, nagyon nagyon szívmelengető és megtisztelő. És ugye, ahogyan említette, hogy a társulat szavazza meg, tehát azokkal, akikkel együtt dolgozik nap mint nap az ember, most melyik volt az a darab, az a szerep, amelyik miatt ezt konkrétan, ezt a díjat megkapta? Ez így nincs konkrétan kimondva, de én gyanítom, hogy az utolsó bemutatónk, ami május elején volt, a Lear King Show, ez egy Lear király átirat, amelyben én játszom Lear-t. Egy orosz rendező rendezte, Valeri Fokin, és az ő fia írta a darabot. Egy modern környezetben van áthelyezve ez a Lear történet. Lear egy média holding cégnek a vezetője, és ott ezen belül történik meg vele gyakorlatilag ugyanaz a leépülés, mint a Shakespeare-i történetben, de ez egy teljesen modern, nagyon látványos környezetben van, kivetítők vannak, süllyedő, megy, minden működik ott a színházban. Hála Istennek úgy néz ki, hogy egy izgalmas, jó előadás született. Említette, hogy ugye azért egy éven belül kap az ember két ilyen díjat, egy picit akár ki is jelentett, hogy ilyen pályafutása csúcsára ér fel ilyenkor az ember, rengeteg díjat kapott már, és tényleg fantasztikus pályája van már eddig is. Hova helyezi el ezt az egész évet ilyen szempontból, hogyha a pályafutását nézzük? Ez egy elég gazdag év. Idén voltam, 60 éves, és én azt érzékelem, hogy a férfi színészek, tisztelet a kevés kivételnek, úgy későn érő típusok vagyunk, és hát igen, ez egy ilyen helyzet valószínűleg, tehát ez az évad nagyon megtalált több kiváló szereppel, és valóban jól érzem így magam. Mennyire kihívás? Nyilvánvalóan ez a színészi munka velejárója, hogy ugye több szerepet egyszerre eljátszani, mindegyiket az ember magáévá teszi, belehelyezkedik, akár más színházban, más társakkal játsz el. Milyen kihívás ez egy színész számára? Annyit javítanék, hála Istennek nem egyszerre kell játszani ezeket a szerepeket, hanem egymás után. Ez azért nagy könnyebbség. Nézze, hát erre vagyunk kiképezve, csúnya szóval mondva, nagyon sok szöveget nyilván meg kell tanulni, különböző helyzetek vannak, ez nem tud összekeveredni. Tehát ez az agyban úgy működik, mint nem tudom én, a számítógép hogy működik, az agyat se tudom, de hogy ez nem nagyon tud átmenni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem megy, mert az ember lelke, agya, pszichéje beáll egy előadás előtt nyilván arra, hát van, ami fárasztó, van, ami kevésbé fárasztó, úgyhogy átkapcsol az ember, de hát nyilván minden előadásra készülni kell. Mennyire meríthet erőt az ember a többiekből? Tehát ugye említette csak akár ennél a díjnál is, hogy a társulat szavazta meg a többi színészből, amikor egyáltalán felkészülnek az adott darabra, meg amikor ott vannak a színpadon? Nagyon. Nagyon függünk egymástól. Tehát ez pályám elején még Bodnár Sándor tanár úr, aki a Nemzeti Színházban tanított,
ő mondta azt a hasonlatot, hogy ez olyan, mint a légtornászok. Tehát ha valaki ugrik, akkor ott a kapó ember, és el kell kapni. A színház társas játék. Tehát ez egymás nélkül nem megy. Nagyon egymás alá kell mennünk adott esetben, ahogy szokták is mondani, hogy a királyt sem a király játssza el, hanem a többiek játsszák el, hogy ő a király. Ez egy társas játék. Úgyhogy nagyon függünk egymástól. Volt olyan szituáció, amikor akár önt segítette ki valaki a színpadon, vagy ön tudott valakit kisegíteni? Persze, számtalanszor van ilyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Gratulálunk ehhez a díjhoz. Köszönöm szépen. Visszavárjuk majd a stúdióba a következő díj után is. És jó munkát kívánok. Köszönöm. Mindenkor.